egy kerekasztal beszélgetésen vettünk részt, ahol egyrészt áttekintettük a népszámlálásnak a jelenlegi helyzetét. Sajnos úgy beszéltünk erről, hogy még nincs vége a történetnek, mert újabb hosszabbítás történt, tehát július végéig még ki lehet tölteni a kérdéveket. Felmerült az a kérdés, hogy akkor hogy haladt ez technikai szempontból, milyen buktatók voltak, illetve hogy mik a várható eredmények. A jelenlegi tudásunk szerint figyelembe véve, hogy folyamatban van még maga a népszámlálás, illetve hogy az adatok bizonyos értelemben bizonytalanok, azt gondoljuk, vagy azt becsüljük, hogy megvan, tehát hogy sikerült elérni az 1 milliós abszolút számot. A végső eredmény az majd decemberben fog kiderülni, amikor a Statisztikai Intézet közzéteszi ezeket az adatokat. Még úgy tűnik, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akik ezt nem tették meg, se az online szakaszban, sem pedig számláló biztos nem jutott el hozzájuk. Ebben most két lehetőség van. Tehát egyrészt a Statisztikai Intézet újra nyitotta az úgynevezett összeíró pontokat, be lehet menni, és egy számláló biztos segítségével ki lehet tölteni a kérdévet, illetve egy másik lehetőség az, hogy felhívják a helyi vagy a megyei RMDSZ-nek a munkatársait, akik abban tudnak segíteni, hogy a számláló biztos kimenjen hozzájuk, és megtörténjen a lekérdezés.